Kvízjátékkal és látványos kísérletekkel fogadták a gyermekeket és a felnőtteket a Sósernő Víztechnológiai Kutatófejlesztő Központ munkatársai. A Mura a vizét mi kapjuk, mi a folyóból kapjuk a vizet, és itt a Mura parti szűrési kutat modelleztük, ahogy a kavicságyon átszűrődik a víz. Itt van durvább, nagyobb szemcsékű kavics, meg lehet tapogatni, finom szemcse, finom homok, van a kufaréteg benne, a kis szélréteg van benne, és abból az ilyen szutyból zöld kavivízből ilyen szép, tiszta, gyomorát megint lehet előállítani. Galambos Ildikó egyebek mellett a víztisztítás érdekességeit mutatta be az érdeklődőknek, akik több vízes kísérletet is megtekinthettek. A vízvilágában való kalandozás mellett a csapatvetélkedőkön a turizmus és az informatika is szerepet kapott a kutatók éjszakáján. A játékok mellett interaktív tudományos előadásokkal színesítették a programot. Az intelligens háztartási gépekről vagy a kedvelt hazai településekről is sok érdekességet tudhattak meg a látogatók. Ilyenkor nagyon fontos szerintem az a dolog, hogy érthető feladatok kellenek, érthető előadások, és megszerethető tudományos megközelítés. Úgyhogy a feladatokat igyekeztünk a turizmus, informatika, víztechnológia, kémia területén ehhez kapcsolódóan megfogalmazni, hogy akár egy óvodás csoport is és egy egyetemista csoport is jól érezze magát ebben a rendszerben. Nyilván a feladatok esetében már a válaszoknál, mondjuk a nehezebb szakmai válaszoknál már jó, hogyha van egy legalább egy 18 éves azért egy csapatban, azért ez hasznos, de nem az eredmény a lényeg, hanem az a fajta betekintés, hogy mit jelent a kutatói lét. Mert végülis a kutatók éjszakája erről szól, hogy egy kicsit Magyarországnak az egyéni innovációs hajlandóságát, az egyéni kíváncsiságát hajtsuk fel, és egy országos rendezvénysorozatról van szó, aminek nyilván minden városban van egyébként, egyetemi városban van most valamilyen rendezvénye. A kanizsai kutakodók az előadások és a játékok után csillaglesen és mozi előadáson zárták a programot.